Újságíró, fordító, dietetikus és nem utolsó sorban ügyvezető igazgató Ungvár egyik nőgyógyászati magánklinikáján. Fontosnak tartja, hogy magyar anyanyelvű páciensei komfortosan érezzék magukat rendelőjükben. Ismerjék meg Bocskor Szedlákovics Zitát és családját. Itt ülünk most a nőgyógyászati klinikán, ahol dolgozol, ahol ügyvezető vagy fejlesztésért felelős igazgató is vagy. Hogy kerültél kapcsolatba a magánklinikával? Már nagyon régóta a tulajdonossal, a fő igazgató úrral, professzor Hása Jánossal már nagyon régóta jó kapcsolatot ápolunk. Végig kísérte ugye mindkét várandóságomat, a szüléseimnél jelen volt, és egyszer felmerült a magánklinikának a kérdése. És ahogy ő mondani szokta, hogy én adtam meg neki az utolsó bátorítást ahhoz, hogy ez ne csak álom legyen, hanem az álom váljon valóságá. Meg volt a megnyitó és a klinika megnyitója, ugye tavaly májusban nyitotta meg kapuit a Juno nőgyógyászati klinika, és azt követően felkért a professzor úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóhelyettesként elkezdenék itt dolgozni a klinikán. Nyilván hirtelen öröm is volt a szívemben, meg hát ugye nyilván ezer kérdés felmerült, hogy hogyan is tudom megvalósítani, mert ugye nagyszülősi lakos vagyok, és ugye ez a 100 kilométer ugyan nem leküzdhetetlen, de a két kicsi gyerek mellett mégiscsak voltak kételjeim, hogy hogy fogom tudni ezt megvalósítani. Belevágtunk, elkezdtük, nagyrészt otthonról dolgozom, tehát hetente egyszer szoktam bejárni a klinikára, olyankor, ami helyben elvégzendő feladatok, azokat elvégzem, a hét többi napján pedig otthonról, ugye, de hát folyamatosan a mai világban ez már nem probléma, telefonon, interneten keresztül gyakorlatilag mindent lehet szervezni és irányítani. Ha jól tudom, akkor te mindenbe segítesz a magyar anyanyelvű pácienseknek, például miben nyilvánul ez meg? Nagyon fontos volt számunkra már kezdetektől, hogy a magyar anyanyelvű pacienseknek tudjunk szolgáltatást nyújtani. Mindent két nyelven jelenítünk meg. Szolgáltatást nyújtunk a pacienseknek magyar nyelven is. Ugye a professzor úr ugye magyarul is beszél. Van egy doktornőnk, a Kománicka Éva doktornő, ő szintén magyarul is beszél. A többieknek pedig én tudok segítséget nyújtani azáltal, hogy ha olyan paciens van, aki nem beszéli az ukrán nyelvet, akkor felhívnak telefonon, kihangosítanak, és már megszűnik a nyelvi nehézségekből adódó probléma. Anonim is marad az egész, ugye, mert gyakorlatilag helyileg nem veszek részt a konzultáción, hanem csak telefonon keresztül, és így könnyebben megnyílnak a paciensek, el tudják mondani a problémáikat, és akkor ugye a kezelés, mert mi a legfontosabb, nem csak maga a diagnózis fontos, hanem a kezelést is értsék meg, hogy hogyan, mit, mikor. Te dietetikus is vagy. Hogy kerültél kapcsolatba a dietetikával? Mit jelent ez, és mit csinál egy dietetikus? Igen, ez nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy hogy lesz egy filológusból dietetikus. Megfigyeltük azt, hogy gyakorlatilag magyar nyelven dietetikai szolgáltatást Kárpátalján gyakorlatilag kapni nem lehet. Így ebből adódóan, meg az én tanulási vágyamból adódóan elvégeztem a szükséges képzést ehhez, és így én kifejezetten a magyar anyanyelvű pacienseknek igyekszek tanácsadást végezni. Hál' Istennek együtt örülünk, együtt könnyezünk a sikereknek, és ugye nagy barátunk a mérleg, amire mi általában minden fogadáson, ugye azzal kezdjük, hogy ráállnak a paciensek, és akkor konstatáljuk a tényt, hogy bizony olvadnak a kilók, vagy akkor esetleg mondjuk terhességet tervez, mert ugye nagyrészt az inzulinrezisztenciás pacienseket, tehát a nőgyógyászattal ugye összekötöttük a dietetikai fogadást, ugye inzulinrezisztencia, policisztás ovárium szindróma, és ezek kezelésében nagyon fontos a diéta, ebben tudok segíteni. Ты мне сейчас скажи, пожалуйста. Нет, все чаще.
Milyen feladatot lát el Zita az önök nőgyógyászati klinikáján? Régen ismerjük egymást, és az utolsó időben közelműködünk együtt, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert a klinikában ő a szíve. Ő mozgatja az összes szálokat, igen. Ő tartja fel a kapcsolatot a paciensekkel, az orvosok közt. Mindenféle kérdésben megbízható, mint igazgató. És nem is tudom elképzelni, hogy történne a klinika élete nélküle. Azért nagyon örülök ennek a közelműködésnek, hogy van olyan lehetőség. Sziasztok! Köszönjük, Jézuska! De szép! Nagyon aranyosak vagytok! Na? Mi a teendő? Itt serénykedtek az udvaron? Locsolgatjuk a virágokat, igaz? Nagyon szépen becsbe vannak tartva ezek a virágok. Ez közös program nektek, Lizával? Közös program, igen. A gyerekekkel mindig közös program. Igaz, Dávid addig biciklizik, de Lizuska serényen segít nekünk. Még ezt is meglocsoljuk. Úgy. Amikor szabadidőd engedi, ugye? Hát csak amikor szabadidőm engedi munka után. Ez a kikapcsolódás számunkra mindenképpen. Meg a közös program a gyerekekkel. Kijövünk, és akkor ők is az udvaron lehetnek. Tartod? Dávid bicajozik. Dávid bicajozik, Lizuska öntöz. Vannak kedvenc virágok? Látom, rózsák is vannak, leander. Gyakorlatilag minden virágot nagyon szeretek. Mindig az idényvirág, ugye kezdjük tavasszal az árvácskákkal, utána az összes többi. Azt szeretem, amikor vegyes és színes. Ez gyerekkorodból ered a virágok igen. szeretete? Igen, már gyerekkoromtól nagyon szeretem a virágokat. És most már Liza is nagyon szereti, úgyhogy... De azt jó, hogy csak simogatja, nem leszakítja. Az én igen. kislányom elsőre leszakítja, hogyha igen. teheti. Igen, ők már kicsi koroktól megtanulták, hogy bármennyire szeretik anyát, azért nem innen az udvarról kell behozni a virágot. Úgyhogy igen, de ügyes, nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes. Akkor menjünk be, ismerjük meg a családotokat közelebb. Fáradjunk be. Gyere, Dávid! Rendben, tehát akkor ma 17:45-re kiegyítő szerint mind... Itt ülünk az otthonotokban, az állandó munkahelyed mellett, ha mondhatjuk így, mert ingázol Ungvár, Nagyszőlős között. Szereted ezt az életformát? Véleményem szerint most ez a legjobb, amit tehetek, mert ez a gyermekeimnek is jó. Velük vagyok ugye a nap nagy részében. Szülői támogatásra akkor számíthatok, amikor ugye elutazok a munkahelyemre, akkor édesanyám és édesapám szokott vigyázni a gyerekekre. Egyik sem jár óvodában, itthon játszunk, közben dolgozom, ugye a háztartást vezetem, és nem tudok ennél egyelőre ideálisabb munkahelyet elképzelni. A te utad az nem itt kezdődött, és nem most kezdődött, mert te itt születtél Nagyszőlősön, ugye? Igen. Itt jártam a Nagyszőlősi 3-as számú Perényi Zsigmond középiskolában, itt szereztem érettségit. Tovább tanultam a 2. Rákóczi Ferenc főiskolán, ott angol-magyar szakos végzettséget szereztem. Végzős hallgató voltam, amikor a Nagyszőlős vidéki hírek szerkesztőségéből Stankó Margit felkért arra, hogy nem lenne kedvem dolgozni a szerkesztőségbe. Örömmel elvállaltam, mert ugye végzős voltam, bár készültem az államvizsgákra, diplomamunkaírás, de mégis nagy kihívás volt nekem kezdőként elindulni egy ilyen úton. És ott kezdtem az egész pályafutásomat, kezdetben korrektor voltam, utána fordító, és akkor beletanultam az újságírásba is. Összeházasodtunk a férjemmel 2011-ben, még a főiskolás éveim alatt ismerkedtünk meg vele. Összeházasodtunk, és mi gyakorlatilag egyből szerettünk volna gyermeket.
Az úr másképp rendelkezett, egy kicsit meg kellett küzdenünk a gyermekáldásért, addig ugye dolgoztam, és amikor megfogant Dávidka, elég sokat voltam már itthon, mert nehéz volt a várandóságom. Szükségem volt még így is valamilyen plusz feladatra, mert ugyan örömmel vártam a gyermeket, de a gondolataimat is el kellett terelni más irányba, és akkor kezdtem el dolgozni a Kárpátaljama hírportának, mert ugye azt itthonról is tudtam csinálni. Másfél éves volt Dávid, amikor a nagyszülési négyes iskolámból megkeresett az igazgató, és megkérdezte, hogy ugye magyar szakos végzettségem is van, hogy nem lenne kedvem elvállalni a most első fecskeként induló ötödik osztályt, magyart, mint idegen nyelvet tanítani. Ezt nagyon nagy örömmel elvállaltam, hiszen már gyerekkoromtól a tanári szakma volt számomra vonzó, ezért is választottam a főiskolát továbbtanulás szempontjából. Így hát elvállaltam, szeptembertől heti két nap tanítottam, és hát a Jóisten nagyon kegyelmes volt hozzánk, hogy megajándékozott Lizával. Egy áprilisi napon éppen Isten tiszteleten voltunk, amikor a tiszteletes úr kihirdette a Reformáció gyermekei programot, és végtelenül nagy boldogság járta át a szívemet, hiszen én azon a napon teszteltem pozitívat, és gyakorlatilag tudtam azt, hogy nagyon nehéz várandóságra számíthatok újra, de mégis úgy éreztem, hogy ez egy biztatás számomra, hogy minden rendben lesz, és ki fogom tudni őt is hordani egészségesen. És 2016. decemberében megszületett Lizuska is. És közben elkezdtél tanulni az Ungári Nemzeti Egyetemen is, ha jól tudom. Igen, az Ungári Nemzeti Egyetemen akkor kezdtem el tanulni, akkor felvételiztem, mikor Lizussal várandós voltam. Nagyszerű közösség volt, segítettük egymást a tanulásban, a mindennapi életben. A tanárok is végtelenül megértőek, elnézőek voltak, hiszen ugye kisgyereken nem annyira egyszerű a tanulás, és nem annyira egyszerű a beutazás. Nyilván mindent igyekeztem pótolni, akkor is, amikor esetleg az egyik megbetegedett, és pont nem tudtam bejárni az órákra. Nagyon nagy támogatást kaptam a családom részéről, hogy a férjem is támogatott ebben, hiszen ez nem csak az én személyes tanulásom volt, hanem ugye együtt tanult az egész család, mert a vizsgákra, a diplomunkára, az államvizsgákra ugye arra csak ugyan készülni kellett, és rá kellett szánni azt az időt, de hála Istennek nagyszerű családom van, nagyszerű szüleim vannak, akik mindvégig támogattak, nem csak akkor támogattak, amikor 16 évesen elindultam a tanulás útján, hanem most is azt mondták, hogy igen, akkor segítenek, vigyáznak a gyermekekre, és nagyon hálás vagyok tehát elsősorban a szüleimért, a férjemért és a gyermekeimért, mert az, hogy én ott vagyok, ahol vagyok, és ott lehetek, ez mindenképpen az ő segítségüknek köszönhető. Nélkülük én sehol sem lennék. Számodra nagyon fontos a család, a gyerekszületés, az orvosi dolgokhoz is nagyon vonzódsz, és ahogy mondtad, autodidakta is tanultad. Nemrégen részt vettél egy tanulmánykötetnek a kiadásában, amiben egy külön rész volt a tiéd. Miről állt, miből állt ez a tanulmány? Maga a tanulmánykötet Pusztai János jóvoltából jöhetett létre. Arra, hogy én írhattam benne, úgy kerülhetett sor, hogy Zékány Krisztina tanárnő még a tanulmányi idő alatt felkért rá, hogy tudta, hogy igazából már az egészségügyi körben mozgom, hogy nem lenne kedvem erről bővebben írni, mert ugye ez egy nagyon érdekes téma. Az egészségügyen belül már én választottam azt ki, hogy legyen a szülés, mert ugye a gyermek születése az gyakorlatilag minden családot érint, tehát közvetve vagy közvetlenül ugye szülővé válnak a házaspárok, a nagyszülők lesznek, tehát nincs olyan család, aki ne lenne ebben érintett. Így választottam ki a témát, kutatást végeztem a szüléssel kapcsolatos kérdésekről, és megtudhattuk azt, hogy a magyar anyanyelvűek miért is választják azt, hogy tehát nem Ukrajnán belül, Kárpátalján, a járási kórházakban vagy a megyei szülészeten fogják világra hozni gyermeküket, hanem mondjuk elmennek Magyarországra, vagy nagyon sokan mondjuk Szlovákiába is képesek elmenni. Itt nagy szerepet játszik az, hogy minőségibb ellátást szeretnének kapni,
vagy pedig a nyelvi nehézség kérdése, akik Magyarországra mentek szülni. A legtöbb esetben az volt a válasz, hogy nem akartak nyelvi nehézségben kerülni, mert ugye ez úgyis egy nehéz helyzet, gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzet. Grafikonokba összefoglaltam az eredményeket. Én nagyon élveztem, mert ugye nagyon szorosan kapcsolódik ugye az újságíráshoz mindez, mint a mostani munkámhoz. Nem mondom, hogy a legkönnyebb volt, mert pont az államvizsgák ideje alatt történt ez. Ugye diplomamunkát is írtam, és az államvizsgával is foglalkoztam, de még ezt is az Úr kegyelméből sikerült. Nem is tudom, honnan kezdjük, a legelejéről. Hogy ismerted meg Zitát? Hát, Beregszázban ismert meg, a főiskolán tanult, és hát többször találkoztunk így, na, csak úgy futólag, és akkor szépen lassan, utána az internet segítségével írogattunk, leveleztünk, és így. Akkor a ti kapcsolatotokban már az internet nagy szerepet már játszott. Igen, már igen, igen. Nagyon. Akkor nagyon fiatalok vagytok. Utána úgy volt, hogy hát, itt ez az építkezés, építkeztek, és akkor felkértek minket, hogy mi vállaljuk ezt a belső munkát, de hát a Beregszáz, meg szülős között elég nagy a távolság, ugye naponta ezt megtenni nem vállaltuk. És akkor, na, más csináltam meg helyettünk, de én már jöttem megnézni a végeredményt. Értem. Te eredetileg beregszászi születésű vagy. Beregszázban születtem, igen. Akkor, ha jól értem, akkor te már a házasságotok előtt is belső munkálatokkal foglalkoztatok. Hát én már az iskola elvégzés után, én már Budapesten dolgoztam 5 évet építkezésen, és én ott kitanultam ezt a szakmát. Hazajöttem, és itthon elkezdtem vállalkozóként dolgozni. Beregszázban már 13 éve hivatosan dolgozok vállalkozóként. És milyen feladatokat láttok el? Építkeztek is, vagy belső munkálatokat? Hát minden, ami belső munka, építkezés nem válunk. Minden, ami belső munka, megkezdve a fűtés, villanyszerelés, festés, csempézés, gipszkartonozás, mindent, ami belső munka egyben. Van igény rá Kárpátalján? Sokan elmennek. Akkor megkeresik a pénzt, amiből itthon felújítanak. Van nagyon sok ember, aki családok az jönnek, és na, házat megcsinálják, amit már 20-30 éven keresztül elkezdtek csinálni, azt most befejezik. Itt tervezik, hogy vagy gyerekeknek tovább megmarad, vagy eladják, már felújítva, és akkor az idősebb réteg az már úgy vettem észre, hogy hazajönnek inkább már. Az idősebbek? Már, igen, akik a fiatalok, azok mennek, megpróbálják, de rájönnek, hogy külföldön, én is ott dolgoztam 5 éve, tudom, hogy nagyon szépen lehet pénzt keresni, csak az, hogy albéletben lakni, az egy nem hosszú távon, az nem egy életcél, és abból egy albéletből kitörni nagyon nehéz. Ott komoly milliókat kell ahhoz félretenni, ahhoz, hogy egy saját ház legyen. Úgyhogy mondom, nagyon szépen lehet keresni, de abból egy kitörni, abból egy albéletből. Ilyen kétkezi munká nem nagyon lehet, igazán csak hitelekkel, egy ilyesmivel. Megfizetik a ti munkátokat? Hál' Istennek megfizetik. Meg lehet belőle élni. Igen, megfizetik, emelkednek a munkadíjak is, ezáltal tudok magasabb fizetést is adni a fiúknak, és na, itt próbálni itt tartani őket, hogy na, ne érje meg élvenni külföldre. És a család? Mikor érkezel a családra? Te Beregszázban dolgozol, Zita azért Ungvárra. Csak szombat-vasárnap. És ezt hogy élitek meg családként? Vagy a hétvégékkel próbáljátok pótolni? Inkább én vagyok a gyerekekkel, igyekszek na, Zitának minden a terhet levenni a válláról, a picikkel én foglalkozok, játszunk. Etettem őket, na, adok neki enni, és akkor kint játszunk sokat. Hál' Istennek jó az idő, most már is lehet kint. Itt a csiga? Ez a nagy csiga? Ez a kedvenced? Nem, az már, azt még nem láttam, de van egy fehér is, meg több is van itt. Fent is, a levegőben. És hány halacska úszik benne? A többi most szerintem elbújt, de ott látok egy-kettő teátok. Te egyedül eteted? Nem, apa ölti a kezembe.
vallásosak vagytok mind a ketten, az nagyon fontos, hogyha egy anyuka meg egy édesapa is vallásos. Ez miben nyilvánul meg a ti életetekben? Hát igyekszünk őket úgy nevelni, hogy hát hogy a Isten megismerjék minél korábban már, hogy mert ilyenkor legjobban fogékonyak erre, hát igyekszünk templomba járni. És hát na, én is így nevelkedtem, picikoromtól így neveltek, és hát na, így szeretném őket is tovább majd, hogy vallásosak legyenek, és így könnyebb lesz egy picit az életük mindent. Ha Isten rábízom mindent járat, akkor könnyebb lesz nekik is. Nem gondolkodtatok azon, hogy elmenjetek? Ezt a legtöbb fiatal pártól megkérdem. Gondolkoztunk. És hogy éltétek meg ezt az időszakot? Hát legtöbbször volt az, amikor keresték úgymond a férfiakat a behívás miatt. A legtöbb családnál. Emiatt gondolkoztunk, hogy megyünk lehet mi is. De próbáltuk ott is mérgelni, hogy most itt kiépítettünk egy úgymond egy életet. Nekem is kiépített munkakörön van, akinek egész évben tudunk dolgozni, van munkám, és ott elmegyünk egy bizonytalanságba, ahol meg nem biztos, hogy tárkarokkal most engem is várnak, és akkor most gyere, dolgozz. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy még egyenlőre megpróbáljuk itt, és meglátjuk, hogy mi lesz. Reméljük, hogy lesz itt is változás, és akkor nem kell lesz élni. Mi a kedvenc ételed? Mit szeretsz enni, Dávid? Spagetti. Azt minden gyerek szereti. És az édességet szereted? Az édességet persze. És hogy szoktátok megoldani az ingázást? Ungvár, beregszász, szőlős? Hát a férjem ugye minden reggel, mondhatom, hogy hajnalba elmegy itthonról. 5 órakor, este 7-kor jön haza. Én pedig hetente egyszer járok be Ungvárra. Igen, közben adok neki, mert átgondolta, adok egy ilyet is. Úgyhogy... Akkor Dani, ti este 6-ig dolgoztok. 5-ig. 5-ig dolgozom, de hétköznap busszal járok haza. Ja, értem. Hát így egyszerűbb gondolom. Az utak most hál' Istennek jók, de eddig olyan volt, hogy katasztrófa. Meg hát végül szőlős, beregszász közt jó, gyakori a buszjárat. Busszal járok reggel is este. Na, hétvégén jövök haza autóban. Előfordul, hogy egyedül vezetsz fel Ungvárra? Igen, előfordult már ilyen. Ez vészhelyzet esetén van ez a helyzet, mert egyedül annyira távolra nem szeretek vezetni. Nyilván itt városon belül mindig egyedül vezetek, de Ungvárra ugye a 100 kilométeres távolság miatt annyira nem szeretek egyedül menni, mert bármilyen olyan élethelyzet előállhat, amit nőként nem tudok olyan könnyen kezelni, mondjuk, mint egy férfi. Akár egy defektre, hogyha gondolok, ugye ez egy férfinak gyakorlatilag semmiség, de nőként azért nekem ezt elég nehéz megoldani. És itt Szőlősen egyébként milyen a forgalom, meg a vezetési morál? Hát nem a legjobb. Mondhatom azt, hogy nem a legjobb. És Szőlősen egyébként milyen arányban élnek ukránok, magyarok még? Hát mindenképpen az ukránok vannak nagyobb többségben. A magyar lakosság az ugye kisebbség minden téren, de viszont nagyon jól megférnek nálunk a nemzeti kisebbségek, tehát mondjuk, hogy nemzeti atrocitást vagy megkülönböztetést csak azért, mert mondjuk magyarul beszélek, soha nem tapasztaltam. Mindenhol el tudták ezt fogadni, ugye... Magyar református templomunk is van, ugye van a magyar római katolikus templom, tehát magát a hitközösséget is lehet gyakorolni. Hát a magyaroknak ugye különböző programokat ugyanúgy szerveznek itt is, mondjuk akár mint a március 15-i megemlékezés, az október 6-ai megemlékezés. Szerintem nem mondhatom azt, hogy bármilyen előítélet lenne abból, hogy esetleg valaki magyar családból származik, vagy ugye, hogyha a gyermek megszólal magyarul, nem
Nem találkoztam még azzal, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesültünk volna. Nagyon szeretek itt élni. Kisváros, csendes város, igazi kis közösség. Tehát mondjuk egy nagyvárossal szemben, ahol senki nem ismer senkit, hogyha kijövök a városba, akkor itt találkozok ismerősökkel, kisgyermekesekkel, meg tudok bízni akkor is a másik gyermekben, hogyha konkrétan nem ismerem, de akkor hagyom, hogy játszanak együtt, meg a szülők is olyanok, hogy nem csak a saját gyerekük után fognak nézni, hanem nyilván odafigyelek a másikéra is, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kisvárost és az itt élő embereket is. Mai műsorunkban megismerkedhettek a nagyszülősön élő Bocskor családdal. Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!